Június 14-én délelőtt piknik hangulat mellett sütés, főzés, zeneszó töltötte meg a gimnázium udvarát. Ugye az utolsó nap van az iskolában, és megrendeztünk egy főzőversenyt a diák önkormányzat tagjaival. Meg volt 5 fő alapanyag, a bab volt, a hús volt, a krumpli, a kukorica, és egyet ki lehetett hagyni. Egy alapanyagot, és ezekből kellett összeállítani. A bográcsok, lábasok körül sürgő csoportokat többek között az Erkel Ferenc Művészeti Iskola növendékei, az iskolai zenekar szórakoztatták, a valóságos szakács elnökölte zsűri pedig láthatóan élvezettel igyekezett sorrendet felállítani az elé tálalt ételek között. Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgatónő készséggel tájékoztatotta a diák önkormányzat által szervezett eseményről. Látjuk a diákokat, hogy élvezik ezt a napsütéses délelőttöt, vagy dél időtájt, hiszen véget ért a tanév, utolsó tanítási napunk, amelyet más jellegű munkával folytatunk. A harmadik főzőverseny napja ez ma. Itt dél körül már a zsűrinek leadták a finomabbnál finomabb ételeket a versenyző csapatok, az osztályok, tanulói. Én már megkóstoltam, jól sikerültek, izgatottan várjuk az eredményhirdetést. Tehát azért ez a vigasság, mert jól sikerül a főzőverseny, mert vége a tanításnak, mert jön a nyár, és hurrá, itt a szabadság. Az talán maradt, hogy a vakációnak a tanárok vagy a diákok örülnek-e jobban, de mindegy is, az évet együtt csinálták végig, eredményekben pedig nincs hiány. Tegnap megvolt az osztályzó értekezlet, és hát valóban a tanárdiák egyaránt örül az év végének, eredményes évet zártunk. 12 kitűnő lett, néhány tanulónak nem sikerült, de azt gondolom, hogy rájuk is fér egy kis tanulás még a nyár folyamán. Ballagott 109 tanuló ballagott el, és ők érettségi vizsgát tesznek, de összesen 153-an érettségiznek, hisz előrehozott érettségik és egyéb jellegűek is sorra kerülnek. Hétfőn lesz a nagy nap, a szóbeli elkezdődik. Jól sikerültek az írásbelik, nyugodt várakozással tekintünk az elkövetkezendő két hét elé, hiszen felkészültek a tanítványok. Sokat is tettünk azért, hogy eredményesek legyenek. Nagyon szép matematika dolgozatok, 100% matematika dolgozatokat írtak egyesek. Tehát részleteiben is jó volt, bízom benne, hogy a szóbeli is sikerül. Azok, akik még alsóbb évfolyamosok, és ők valóban holnaptól már élvezik a szabadságot, részükre a tanévzáró ünnepségen hirdetjük ki az eredmény. Van mivel dicsekednünk, hiszen számtalan tanulmányi siker, országos eredmények, református és állami szintű versenyeken egyaránt hát elértek tanítványaink, és ők jutalmat is kaptak. A fenntartó gondoskodott arról, hogy a legeredményesebb tanulókat jutalomba részesítse. És elmondható, hogy nem csak a tanárok, hanem megbecsülést élveznek a felkészítő pedagógusok is ebben az iskolában. A nyár sem lesz eseménytelen, hiszen több hazai és külföldi tábor is várja a gimnazistákat. Sporttáborba mennek a kézilabdás és a röplabdás fiúk, azután egy egyházi talentumtáborba vesz részt néhány tanuló, egyházi szervezésű táborba. Készülünk, vöröskeresztes tábor lesz, és emellett két tanítványunk Olaszországba nyári gyakorlaton vesz részt. Tehát a tanítványok táboroznak az idén is.